37 migráns Csongrád-Csanád megyében, 15-öt pedig Bács-Kiskunban fogtak el a magyar hatóságok a hajnali órákban. A férfiak iráninak, szírnek, töröknek, afgánnak és szomáliainak vallották magukat, de papírjaik nem voltak, ezért a rendőrök visszakísérték őket az ideiglenes határzárhoz. És Vas megyében is volt egy jelentősebb fogás, a rendőrök Szeleste térségében állítottak meg egy szerbrend számú személyautót, amelyben 10 illegális bevándorló zsúfolódott össze. Alig fértek el a kocsiban, még a csomagtartóban is ültek ketten. Mindannyian azt mondták, hogy Szíriából jöttek, de igazolni ők sem tudták magukat. A sofőr ellen embercsempészet miatt indult eljárás.